Van valami a levegőben. A KPVDS Művelődési Ház és a Kék Madár Színjátszókör által szervezett 5 részes programsorozat harmadik állomására várták az érdeklődőket. Jó néhány évvel ezelőtt a KPVDS Művelődési Ház kezdeményezésére egy szeniorokat foglalkoztató Ki mit tudott hirdettünk. És ez a Ki mit tud, ez rendszeres volt. A pandémiát követően mi ezt átgondoltuk, hogy azért valahogy megmozgassuk a szenior szépkorú korosztályt is, mert rettentő kreatívak. Tehát nem csak ügyeskezőek és ebben kreatívak, hanem színpadon is verselnek, szavolnak, énekelnek. Márciusban kiírtunk egy pályázatot, Senior Ki mit tud keretében, próza és novellaíró pályázatot, és itt akik nyertek és győztesek, én a diátadon egy olyan ígéretet tettem, hogy rendszeresen egy irodalmi délután keretében fogjuk őket bemutatni. És ez most a harmadik állomása ennek az irodalmi délutánnak, Van valami a levegőben címmel. Ebben az évben a Városi Online Ki mit tud rendezvény nyerteseinek alkotásait adják elő. Már általános iskolásként megszerettem a versszavalást először, aztán a versírással is megpróbálkoztam. Prózáim, verseim lesznek ma bemutatva. És ezen kívül még átnyergeltem a kreativitás terére is. Néhány kütyüt is hoztam, amit majd is szétoztak a vendégeknek. Életem második szakaszában megkezdtem a visszaszámlálást, és nagy részt az életem történeteit írtam le.